Köszönöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa televízió híradóját látják 2017. szeptember 15-én este fél 8-tól. Már biztos, megépül az 51-es főút nyugati elkerülője, és több mellékutat is felújítanak. 100 éve alapították a kalocsai fűszerpaprika és vegykísérleti állomást, centenáriumi konferencia a Kalocsai Városháza dísztermében. Zökkenőmentesen kezdődött az új tanév, minden iskolában van elegendő papír. A szerdán tartott sajtótájékoztatón jelentette be Kalocsa város polgármestere, hogy térségünkben a Paks 2 projektnek köszönhetően több út is megújul. Többek közt még az idén tervezési szakaszba léphet a Duna mellett haladó mellékutak felújítása, továbbá az 51-es főút városunkat elkerülő nyugati szakaszának megépítésére is sor kerül. A nemrég Pakson tartott TT, vagyis Társadalmi Tanács ülésén vett bizonyossá, miszerint két útvonal is megerősítésre kerül térségünkben hamarosan. A Duna mellett haladó mellékutak felújítása már az idei évben a tervezési szakaszba léphet, 2018-ban pedig megvalósítására is sor kerülhet. Amiről már beszélhetünk, gyakorlatilag az két szakasz, egyrészt a Dunapatai-Géderlak, tehát Ordas-Géderlak úszód-fogtő útnak a felújítása. Ez már olyan megerősítést kap, amely majd a Dunai útnak a fölvonulással szükségeltetik, tehát északi felől az fog jönni be a Dunaihoz, és ezt meg fogják erősíteni. Továbbá a sokak által már várt, az 51-es főút városunkat elkerülő nyugati szakasza is kiépítésre kerül, várhatóan már a jövő év folyamán. És ennek a tervezése már ebbe az évben megindul, illetve a kivitelezése várható a 2018-ban. Ezek nem önkormányzati jellegűek, ezek állami felújításba fognak, vagy kivitelezésbe történnek, de ez már a Paks 2 fejlesztési pénzeikből fogják finanszírozni. Így már a két útvonal felújítása biztossá vált. Ezek mellett több fejlesztést is terveznek a térségben, ám ezekről még nem számolhatnak be. A többi részleteiben menő fejlesztések, ami ugye készítünkre is belettek adva a 41 településből, illetve most ugye bővült még plusz 6 településsel, ez a kör, és itt lezárták, tehát leúzták az érintettek körét, 47 település érintett a TT Paks 2 fejlesztéseiből. Bács megyében Újsolt csatlakozott még a körbe. A Társadalmi Tanács ülésén megjelenteket tájékoztatták arról is, hogy feltöltésre került a JETA, vagyis a jövőnk energiája térségfejlesztési alap 1,5 milliárd forinttal, melyre újra lehet pályázni. A Nemzeti Agrárkutatás és Innovációs Központ zöldségtermesztési önálló kutatási osztálya szervezésében centenáriumi konferenciát tartottak a Városházán. Az eseményen több előadásra is sor került a fűszerpaprikát érintő témákban. Délelőtt 10 órakor Font Sándor országgyűlési képviselő köszöntő beszédével kezdődött meg az a Városháza dísztermében tartott konferencia, amely a paprika napok keretein belül szerveződött. Az a 100 év, amit eltelt a kutatóintézeti háttérrel, és természetesen az a termeléssel, akik élvezték is annak a kutatásoknak az eredményét, amit önök is az előtt végeztek, vajon milyen lábnyomot hagytak itt a kutatásaikkal és természetesen a termesztő. Közismert, hogy igazgatókkal váltottunk néhány szót, olyan termékről van szó, amelyről Magyarországon beazonosítják. Egyszerűen, hogyha magyarság valahol megjelenik, és akkor mondjuk, hogy hát mi magyarok vagyunk, külföldiek körében, akkor rögtön mondják, hogy jaj, paprika, paprika. Körülbelül ezt a szót ismerik. És meglepő módon ugye nem őshonos növény, hát ezt önök, mint kutatók sokkal jobban tudják és százszor feldolgozták, de ennek ellenére, hogy egy lándor behorcolt növényről van szó, mégis valamiért mi fogtuk meg úgy, ami miatt a kultúránkban, ételeinkben és minden egyébben meghonosodott. Font Sándor szót ejtett arról, hogy az uniós csatlakozás után elbillentünk a nagyüzemi szántóföldi növénytermesztés felé, és igen komoly energiát fordítunk a zöldségtermesztési kultúrára. Az országgyűlési képviselő beszámolója után Romsics Imre, a Viski Károly Múzeum igazgatója tartott előadást Kalocsa és a fűszerpaprika témában, majd dr. Kapitány József, a fűszerpaprika kutató non-profit Kft. Nyugalmazott igazgatója a kalocsai tájkörzet fűszerpaprika nemesítéséről számolt be. Hogy csak a 19. század utolsó éveiben vált igazán fontos termékként az őrölt fűszerpaprika, a mezőgazdaság, élelmiszeripar és világkereskedelem fejlődésének együttes eredménye volt.
Ezért a 19. és 20. századfordulón a termesztés, feldolgozás jelentős mértékben fejlődött, volumenében is megnőtt, már jelentős közlemény exportunk is volt. A konferencia további részében több előadó is megszólalt, majd a kerek évforduló alkalmából kiadott 100 éves a fűszerpaprika kutatás Magyarországon című könyv bemutatására is sor került. Minden iskolában van elegendő fénymásoló papír és más felszerelés is. Hangzott el a Belvárosi Általános Iskolában a tankerületi igazgató által tartott sajtótájékoztatón. Sárosi Magdolna a tanév kezdésről és az eddig elvégzett munkákról számolt be. Az új tanévben minden gyermek ingyenesen juthatott tankönyvekhez. Elsőként ezt emelte ki beszámolójában Sárosi Magdolna, a tankerületi igazgató, aki a tanév kezdésről tájékoztatott, mely véleménye szerint zökkenőmentesen zajlott. Alapanyi jogon minden egyes tanuló az első évfolyamtól a 9. évfolyamig ingyenesen veheti igénybe a tankönyveket és kapja a tankönyveket. Természetesen az a rendszer, ami az előző években fennállt, hogy rászorultsági alapon továbbra is a 12. és től évfolyamtól ugyanúgy ingyenesen kaphatnak azok a diákok tankönyvet, akik rászorultak. Melyek a tanév kezdésre minden iskolába hiánytalanul megérkeztek. A nyár folyamán nagy hangsúlyt fektettek az iskolák karbantartására, így például a Kertvárosi Iskola játszóterén kicserélték a gumitéglákat, hogy a gyerekek használatba tudják venni a játékokat. Továbbá minden iskolában tisztasági festéseket és új padokat és székeket is vásároltak. Az Eperföldi Általános Iskolában sikerült megoldani ennek a hatalmas platánfának a tűzoltóság segítségével a kivágását, ami már balesetveszélyes és veszélyeztette az udvaron a gyermekeket, és a Szent István gimnáziumban is volt egy nagyobb probléma, ami egy beáldásnak a megszüntetése valósult meg. Ezek mellett az egyéb felszereléseket is sikeresen biztosították, így minden iskolában lesz a tanévben többek közt elegendő fénymásoló papír. A tankerületben meghirdetésre kerültek a hiányzó tanári állások is, Kalocsán angol nyelvtanárt keresnek elsősorban, de pszichológus szakembert is alkalmaznának. Október 1-től már a kalocsai intézmények is, tehát nem maradnak pszichológus nélkül, és én úgy gondolom, hogy ez nagyban segíteni fog abban, hogy felismerjük azokat a magatartási tanulási problémával küzdő gyermekeket, és tudjunk mind a szülőknek, pedagógusoknak és a diákoknak is segíteni. Sárosi Magdolna beszámolt a jövőben tervezett fejlesztésekről és felújításokról is, melyhez 25 pályázatot is beadott a tankerület. Minden iskola valamilyen pályázatba bevonásra került, és vannak olyan iskolák, akik több pályázatban is szerepelnek, legyen ez szakmai pályázat vagy infrastruktúrális pályázat, és ha az elnyert támogatási összeget tekintem, akkor most jelenleg 2,5 milliárd forint az, amit pályázati forrásból a tankerület iskoláira tudunk fordítani infrastruktúrális fejlesztések keretében. A Szent István gimnáziumban a közeljövőben egy teljes körű felújítás indulhat, ahol a tetőszerkezet megjavítására is sor kerül. Az Eperföldi Általános Iskolában, mely nemrég sportiskolai minősítést kapott, a tornatermet korszerűsítenék. Továbbá Kalocsán kívül a tankerületben Solton, Dunapatajon, Baján és Bácsalmáson is terveznek iskolafelújítási munkálatokat pályázati összegekből. Szeptember 18-ára, azaz jövő hét hétfőre hirdették meg azt a lakossági fórumot, melyen több a várost és a lakosokat is érintő témát fognak feszegetni. Bolvári Ferdinánd önkormányzati képviselő szervezésében szeptember 18-án lakossági fórumra kerül sor, mely főként a belvárosban élő lakosokat érinti. Két olyan pontot szeretnék előre vetíteni, amely azt gondolom nagyon érdekli az embereket. Az első az érseki kastély és a Főszékesegyház körül zajló felújítási munkálatok lennének, és nagyon köszönöm érsek úrnak, hogy elfogadta a meghívást, és Vörös Márta főépítészasszony fog egy előadást tartani arról, hogy mik a tervek a közeljövőben, hogy haladnak a felújítások, és a lakosságnak utána kérdéseket lehet föltenni.
A második dr. Bálint József fogja az óvoda beruházás történéseit, aktualitásait elmondani, hogy hogy áll most ez a dolog. Ez is azt hiszem, hogy nagyon érdekli az embereket, és utána ezzel kapcsolatban szintén kérdéseket lehet föltenni, amelyeket megválaszolnak, részben a polgármester úr, részben pedig a fejlesztési osztály munkatársai. Az egyebek napirenden pedig olyan kérdésekre tudnak csak hangsúlyt fektetni, melyek a belvárost érintik, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy más körzetekből ne jelenhetnének meg lakosok, hiszen mindenki számára nyitott lesz a fórum, mégis most ezek azok a témák, melyek leginkább feszegetésre kényszerülnek. Egyre inkább úgy érzem, hogy egy türelmetlenség van a felújítással kapcsolatban, tehát a Szentháromság tér felújításával kapcsolatban az emberekbe. Időről időre napvilágot látnak különböző megnyilatkozások, amelyek akár bántóak is lehetnek. Az ilyen dolgok elkerülése véget jön létre a gyűlés, hogy alkalom legyen átbeszélni a problémákat, és ha valakinek konkrét kérdése vagy észrevétele van, azt megossza. A lakossági fórum a polgármesteri hivatal dísztermében lesz szeptember 18-án hétfőn este 6 órakor. 500 perc a Bibliával címmel első ízben csatlakozik a Kalocsai Református Egyházközség a Nyitott Templomok Napja elnevezésű országos rendezvényhez. A Kalocsai Református Egyházközség szeptember 16-án délelőtt 10 órától egészen este 7 óráig várja az érdeklődőket Hunyadi utcai templomába az 500 perc a Bibliával elnevezésű programjára, amely egy országos rendezvényhez kapcsolódóan a Nyitott Templomok Napja alkalmából kerül megrendezésre. A reformáció 500. évében járva ugyanis kiemelt ünnepségekkel, alkalmakkal emlékeznek a protestáns egyházak, felidézve ezzel Luther Márton 1517-ben útjára indított gondolatait. Hiszen a fél évezreddel ezelőtt megfogalmazott 95 tétel reformok sorozatát indította el egész Európában, átalakítva ezzel a vallás a hitvilágát. Az eltelt 500 év és Luther tanai előtt tisztelegnek városunkban is ezen a szombaton. A résztvevők 500 percen keresztül fognak majd felolvasni a Bibliából, amit zsoltár énekléssel és egyházi zenével színesítenek a szervezők. Ökumenikus lelkülettel hirdették meg a programot, ahová a helyi református gyülekezet mellett más felekezetűek is, illetve a dunamenti falvakból is érkeznek majd hívek, akikkel együtt szolgálnak ezen a napon. A helyi református közösség szeretettel vár mindenkit, még akkor is, ha csak rövid időre tud a program részese lenni, vagy csak a templomot szeretné megnézni. Szeptember 14-én a Tomori Pál Városi Könyvtár előadó termében a Kalocsai Alkotóköre 33. előadásán Bedi Gyula mutatkozott be. A fotóművész a Dunatáj Fotókör elnökével Pélyó Zoltánnal beszélgetett. Bedi Gyula Kiskunfél egyházán folytatott kollégiumi évei során tagja lett egy fotókörnek, így lett szerelmese a fotózásnak már 15 évesen. Volt egy kollégiumi tanárom, Pap Jánosnak hívták. Abban az időben még ugye filmes technika volt, és volt a kollégiumban egy fotólabor, és az fertőzött meg először. Aztán ez egy idő után elült, otthon volt saját fotólaborom, előhívtam képeket, aztán egyetemista lettem, leállt, és keveset fotóztam, majd jött a digitális technika, és az fertőzött meg újra. Kezdetben természetfotózással foglalkozott, ma már inkább a szociófotók és az emberábrázolás jelenik meg alkotásaiban. Ennek egyszerű oka van, hogy talán a legidőigényesebb tevékenység a természetfotózás, és sajnos az időhiány miatt arra fanyarodtam, de nagyon szeretem az emberábrázolást is. Az, hogy egy fotó elkészülte után mennyire nyúl abba bele, vagy formál rajta, változó, de nem kimondottan híve a feljavításnak. Nekem annak idején úgy tanították, hogy maga a kompozíció az ott készüljön el, akkor, tehát vágni a képeimből nagyon ritkán vágok. Nyers formátumban, róba fotózom, tehát muszáj belenyúlni a képekbe, de ez ugye nem jelenti azt, hogy teljesen megmásítom a fotóimat. Bedi Gyula 2011 és 2013 között közel 1000 fotóját fogadták el különböző pályázatokon, melyek így kiállításokon szerepeltek. Ez több száz kiállítást jelent, nem csak a környező településeken, hanem az ország több területén is. A sok siker után felvetődhet a kérdés, vajon mi vagy ki inspirálhat egy ilyen elismert alkotót? Konkrét nevet nem tudok mondani, de nagyon sokan.
és talán arra vagyok legbüszkébb, hogy nagyon sok magyar és külföldi fotós van, aki már tudja, hogy én ki vagyok. Tehát valahol sikerült egyéniségé válnom, megkülönböztetni magam a sok fotóstól. Éppen a hetekben találkoztam Bagat Iszkanderrel, ő egy kecskeméti szír származású fotós, kiváló fotós, és amikor leültünk, ő nem tudta, hogy ki vagyok, és mondta, hogy írjam már le az adataimat, és amikor leírtam, akkor ja, hát kérem, így már ismer. Az eseményen a Dunatáj Fotókör elnöke, Péjó Zoltán volt a fotóművész beszélgető partnere, ahol a kezdetektől napjainkig szó esett Bedi Gyula szakmai pályafutásáról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel és híradónkkal legközelebb hétfőn jelentkezünk. Műsorainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon, a kalocsa.tv.hu-n. További szép estét és jó tévézést kívánok, viszontlátásra!